Hát van úgy, hogy a kenyere javát megeszi ez a tető, és ez bizony ilyen. Abban az időben, amikor nagy fainység volt Magyarországon, és ezt sajnos mondhatjuk azt, hogy az első világháború végétől kezdődően így van, nem volt egyszerű a hétköznapi embernek fához jutni. Egyrészt nem volt olcsó, másrészt nem volt jó minőségű a fa. Ez alatt azt értjük, hogy itt a mai Magyarország területén felnövekvő, viszonylag gyorsan növő fekete fenyő, sajnos nem igazán alkalmas tetőépítésre, mégis nagyon sokszor ebből építettek, pontosan az említett okok miatt. Kicsi volt a fa keresztmetszete, nem egy nagy fa keresztmetszetből vágták ki a gerendákat, és így aztán a fa adott minősége alapján sajnos nagyon könnyen táptalaja volt a különféle rovargomba és egyéb kártevőknek. Aztán persze nyilván a mindenkori értés is megtette a magáét, és így aztán épültek nagyon gyorsan elpusztuló tetőszerkezetek is. Sajnos ez is egy ilyen gömbkeresztmetszetű fákból épült, és a fának azok a részei is benne vannak, ö, nagy szíjács tartalmú részek, amit aztán a rovarok nagyon kedvelnek. Ez is elvesztette a tartó képességének jelentős részét, és így újra kell építeni. Viszont a Födém szerkezet, amit hát most itt csak a padlásként láttok, a padozatként, az bizony nem lesz alkalmas egy ö, új tetőszerkezet felépítésére, mert hogy a betongerendák, a koszorúk, stb. nem lettek szakszerűen kilakítva, különböző korokban különböző bővítések voltak, úgyhogy nem lesz egyszerű kitalálni, hogy mit lehet itt csinálni. Egy olyan tetőszerkezetet kellene építeni, ami önhordó, bírja a különféle terheléseket, és nem tesz külön oldalirányú terheket a falakra, nem akarja a falakat szétnyomni, és a meglevő födémmel alapvetően nem lesz kapcsolatban. Tehát nyilván oda lesz rögzítve valamilyen mértékben, de nem a, födém lesz a fel, nem a födémnek lesz a feladata, hogy megtartsa. Hát itt egy nagyon durva toldás, normális átlapolás nélkül, látszik, hogy már a létezés az újabb kori, de bizony az sincsen a legjobb állapotban itt még egy toldás, úgyhogy gyakorlatilag ezt a tetőt tényleg el kéne bontani, de mi legyen a jó megoldás. Ilyen esetekben gyakran ahhoz folyamodnak, hogy készül egy monolit vasbeton födém, vagy akár egy vasbeton koszorú, ami nem kis költség, a padlásteret nem akarják beépíteni, a meglevő falak miatt sem lenne szerencsés ezt elkészíteni, ugyanakkor egy felújított lakás van, amit már korábban felújítottak, és e fölött egy új födémet kivitelezni elég kellemetlen dolog, nem is beszélve annak költségeiről, úgyhogy egy másik megoldáshoz kell folyamodni. De mi legyen az? Hát forduljunk a régen jól bevált megoldáshoz, készüljön egy ácsolt tető olyan rendszerben, ami nem csinál oldalnyomást a falakra, nem akarja szétnyomni az épületet, azaz egy klasszikus kötőgerendás tetőszerkezetet. Erről készítettem egy metszet rajzot, amit nyilván építészek értenek és szakmabeliek, azonban biztosan nem mindenki, éppen ezért lesz egy nagyon jó kis ábra róla, ami megmutatja, hogy tulajdonképpen mi is fog készülni. A Szegedi Ácsfától kértünk egy ajánlatot egy előregyártott fa tetőszerkezetre, ahol ásolt gerendákkal hagyományos módon olyan tetőszerkezetet készítenek, ami nem fogja felesleges terhekkel terhelni a meglevő fafödémet, hanem nagyon ügyesen úgy elhordozza a terheket, hogy közvetlenül a falakra juttatja. Na nézzük! Itt láthatjuk ezt a repülőfa tetőszerkezetet, különböző irányokba megforgatva, ami gyakorlatilag a modellje annak, amit el kellene készíteni. Ez egy klasszikus, régi vágású tetőszerkezet lenne. Itt látjátok alul a hosszú kötőgerendákat, ami a két oldalt összeköti. Természetesen ezekben lehet toldás, de nem kell feltétlenül, hiszen ez egy hoztoldott, ragasztott anyag lenne. És amint látjátok, egy ilyen nagyon kompakt kis forma alakult ki, egy térbeli szerkezet megfelelő fakötésekkel, és a tetőnek, illetve a födémnek a szintkülönbségeit át lehet vele hidalni. Jól látható, hogy vannak ferde dulcok, amik merevítik a tetőszerkezetet, és látható, hogy bizonyos távolságonként minden negyedik szarufánál van egy ilyen úgynevezett főszaru állás, ki van merevítve a tetőszerkezet ezekkel a könyökökkel, igyekszünk majd egy belső képet is mutatni, nem egyszerűen boldogulok ezzel a programmal, de majd ezt is megtanuljuk. Na itt látható belülről a tetőszerkezet, a szarufák, ez ugye ismerős, de a merevítés inkább az, az ami érdekes, és ezek persze nagyon komolyan be vannak ide csapolva, hiszen ez egy előre gyártott számítógépes fűrész, számítógép vezérlésű fűrészgépekkel, marógépekkel készítik el a fakötéseket. Szóval úgy szemre is egy tetszetős és nagyon stabil dolog. Mondhatjátok azt, hogy ez egy vagyon pénzbe kerül. Hát megnyugtatlak benneteket, hogy nagyon megtérül az a munka, amit kifizet az ember a fatelepnek, hogy ezt szépen leszabják, hiszen a helyszínen már nem kell ezzel vacakolni, és az ácsok gyorsan össze tudják állítani, precíz, pontos, arról nem is beszélve, hogy annál kisebb a veszélye annak, hogy bejázik az épület. Hát arról nem is beszélve, hogy így nem kell födémet zsalúzni, födémet betonozni, födémet vasalni, hanem ezt a szerkezetet össze kell állítani, amit beszámozott elemekkel meghoznak a helyszínre, és csak össze kell rakni. Hát a csakot azt tegyük azért időzőjelbe. És erre aztán már mehet föl a léc és a fólia. Hát nekem rendkívül módon tetszik, nagyon izgalmas, és nagyon remélem, hogy hamarosan ennek a régi tetőnek a helyén egy új tetőt fogtok látni, ezt is majd megmutatom nektek. Remélem hasznos volt a kis videó, ha mint töritek a fejeteket, akkor gondoljátok át, korán sem biztos, hogy azonnal egy vasbeton födémet kell az épület tetejére föltenni, vagy éppen egy vasbeton koszorút, ami sajnos nagyon gyakran szakszerűtlenül készül, és fölösleges kiadásokkal jár. Sziasztok, építkezzetek jól, Isten áld a tisztes ipart!